Növelik a védelmet, megerősítik a töltést Kocsord és Vásárosnamény között. Böllérverseny, óriási volt az érdeklődés a Disznótoros Fesztiválon. Ismét vereség, 9 ponttal kaptak ki a körmentől a kékcápák. Aszfaltos utat építenek Vásárosnamény és Kocsord között az árvízi töltésen. Nem a közlekedés fejlesztése, hanem a védelmi rendszer megerősítése a cél. A tervekről konferencián számoltak be. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A vásárosnaményi tanácskozáson elhangzott a mintegy 4 milliárd forintos beruházás a Kraszna és a Batár töltéseinek fejlesztését, valamint a Magosligeti Zsilip átépítését tartalmazza. A projekt közel 10 települést érint Kocsortól Vásárosnaményig. Számos vizsgálat, modellezés kimutatta a tetőző árvízszintek emelkedését. A klímaváltozás miatt növekszik a szélsőséges időjárási helyzetek kialakulásának valószínűsége, sőt a töltések közötti hullámtér lassan, de folyamatosan feltöltődik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság egy közel 4 milliárd forintos fejlesztést kezdett, amelynek célja az árvíz kockázat minimalizálása és az árvízi biztonság növelése, hiszen a Felső-Tisza vidéke árvízveszély szempontjából az ország legjobban érintett térsége. Ez egy olyan szegmens az országnak, ami nagyon kitett, és igazából nem csak mi tehetünk az árvizekről, hanem külföldről kapjuk, és nagyon rövid a felkészülési időnk. Ezt is mérlegeljük a kockázatnál, hogy mennyi időnk van az árvíz megérkezéséig, hiszen minél rövidebb, annál nehezebb dolgunk van. Tehát ennél kockázatosabb az árvíznek a kivédése, és ezért vagyunk ma itt, mert egy nagyon szisztematikus fejlesztést kezdtünk meg a Felső-Tiszán már több mint 10 éve. Ennek egy állomáshoz érkeztünk megint, ami a Kraszna mentén, illetve a Batár mentén biztonságosabbá teszi a védvonalakat. Mint a projektnyitón elhangzott, a kisebb folyóknál ebben még vannak gyenge pontok, amelyeket koncentráltan kell helyreállítani. Ezek nem azért gyengék, mert korábban rosszul építették meg, hanem mert emelkedett a Tisza árvíz szintje. 2014-ben felülvizsgálták Magyarország teljes vízrendszerét, hogy a 100 évente egyszer előforduló árvízre építsék ki a védelmi rendszert. Azonban az elmúlt 50 évben ez van, ahol 1 métert is emelkedett. Ezt pedig utol kell érni a védművekkel. Ráadásul a nagyvízi medrek is szűkülnek, ami tovább duzzasztja a folyókat. Azt tapasztaljuk, hogy a kis folyók is tudnak nagy árvizet produkálni, ha vízgyűjtő területen olyan események történnek, hirtelen hóolvadás vagy nagy csapadék. Például a Krasznán volt olyan időszak az elmúlt években, amikor több mint 30 napig terhelte az árvíz magas szinten az árvízvédelmi töltéseket. Most mind a két folyónál ezek a töltések az előírt méretre ki lesznek építve, ezáltal az árvízi biztonság jelentősen nő, könnyebb lesz az árvízvédekezők dolga, hiszen a töltés koronáján aszfalt burkolatú út is épül, tehát a védelmi anyagok, eszközök szállításának a feltétele is adott lesz. Mindemellett a helyiek fogják tudni használni kerékpározás, hiszen kerékpárútként is használható lesz a töltéskorona. A fejlesztés már elkezdődött. A munkálatok az árvízvédelmi töltéseken zajlanak, és a beszállítási útvonal sem érinti a lakott területeket, így az érintett településeken élőket nem zavarja a fejlesztés. Kedvező idő és vízjárási viszonyok esetén idén novemberben befejeződik az építkezés. A tavasz egyértelmű jele a rügyfakadás mellett az, hogy egyre több kiskertből hallatszik a motoros fűrész és a rotációs kapa hangja. A keletkező zöld hulladékot lehet komposztálni, de elszállítatni is. Az EAK Nonprofit Kft. Hétfőtől viszi el a barna kukák tartalmát a családi házas övezetekből. A gyűjtési időpontokról a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Hétfőn délelőtt már Oros utcáin járt az EAK autója, és az időben kihelyezett barna kukák tartalmát borították a járműbe. Évelején megkapták a Szabolcs-Szatmár beregiek a hulladékszállítási naptárat, amelyben látható, hogy az adott területről mikor viszi el a társaság a zöld hulladékot. Ez a naptár az EAK honlapján is elérhető, az ügyfélszolgálat menüpont alatt a településekre kattintva. Itt ki kell keresni a település nevét, és már látható is a teljes évi hulladékszállítás. Nyírtelek egyes körzetében például március 10-én, pénteken szállítják először a zöld hulladékot, Leveleken viszont tovább kell várni, ott csak április végén. Nyíregyháza belvárosának kettes körzetében pedig március 8-án, szerdán reggelre kell kikészíteni a kukákat.
Itt is az érvényes, mint a vegyes hulladékgyűjtésnél, hogy reggel 6 órakor legyen kihelyezve az edény. Ugye barna színű edény szolgál a zöld hulladék gyűjtésére, van néhány település, ahol szürke ez az edény, de ott ők is tudják, mi is tudjuk, hogy melyek azok a települések, tehát a barna színű edénybe kell kirakni. Egyéb zsákot, kötözött hulladékot nem rakodnak be a kollégák, nem hozzuk el a kollégák. Akinek többlet zöld hulladéka keletkezik, ami nem fér bele egy 120 literes gyűjtőedénybe, annak tudunk térítés ellenében többlet hulladék gyűjtő logós zsákot eladni, árusítani. Hivatalosan tehát az ilyen 120 literes barna kukák tartalmát szállítja el a társaság. Ebből mintegy 20 ezer darab van kihelyezve a lakossághoz megyeszerte. Ha valakinek ettől is több zöld hulladék keletkezik a kertjében, az személyesen is leadhatja Nyíregyházán a Korányi vagy a Kerék utcai, valamint a Máté-Szalkai hulladékudvarban, ahol ingyen átveszi a társaság. Azonban nem mindegy, hogy mi kerül ezekbe a kukákba. Minden, ami a kerti tevékenységből, kertészkedés során keletkezik a kertben, levágott fű, kisebb gajak, falevelek, tehát olyan, ami a kertbe keletkezik, fontos, hogy állati hulladék ne kerüljön bele. Tehát tudom, hogy a tojáshely az megfelelő esetleg egy házi komposztálásnál, de ebbe ne kerüljön tojáshely, állati ürülék, ilyesmi ne kerüljön bele. Az éjak által összegyűjtött zöld hulladékból később komposzt lesz, amelyet a lakosság megvásárolhat. A hulladékkezelők központ komposztáló részlege 2004 óta működik. Évente körülbelül 3500 tonna komposztot állítanak elő, amit Nyíregyháza város közterületén használnak fel a zöld felületek tápanyag utánpótlására. Ha valaki kedden ügyet akar intézni a kormányablakokban, nem biztos, hogy sikerrel jár. Bizonyos ügyekben ugyanis március 7-én zárva tartanak a kormányablakok. Ezen a napon az ország összes okmányirodája zárva tart, a kormányablakokban pedig szünetelnek a személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, jogosítvánnyal, útlevéllel, diákigazolvánnyal, valamint a járművek forgalmi engedélyével kapcsolatos ügyintézések. Minden más ügykörben zavartalan lesz az ügyfélfogadás kedden. A magyar kormány továbbra is a béke pártjánál, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az év végére egy számjegyű legyen az infláció mértéke. Erről beszél televíziónknak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Tisza Mogyoróson. Azt is hozzátette, a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét hosszú távon szeretnék fenntartani. Alig több mint egy évvel ezelőtt több ezrével érkeztek naponta Ukrajnából a háború elől menekülők. A vármegye öt határátkelőjén, Záhonyban, Lónyán, Tiszabecsen, Barabáson és Beregsurányban segítők, önkéntesek, egyházi és civil szervezetek várták a bajba jutott családokat. A legtöbben abban bíztak, hogy a menekültek heteken, hónapokon belül visszatérhetnek otthonaikba, a harcok azonban egy év elteltével is tartanak Oroszország és Ukrajna között. A magyar kormány törekvése a kezdetektől az volt, hogy mielőbb megkezdődjenek a béketárgyalások a felek között. Az még most sem látszik, hogy a háborúnak mikor és milyen formában lehet vége, de Magyarország továbbra is az azonnali tűzszünetet szeretné elérni, mondta el Szentkirályi Alexandra kormány szóvívő. Nem szeretnék semmilyen módon belesodródni egy háborúba, ami azért is látjuk, hogy egy nagy veszélyt jelent ránk, mert egyre inkább felerősödik a nyomás az Európai Unió felől. Emlékezzünk vissza, hogy az elején arról beszéltek az Európai Uniós országok, hogy csak olyan eszközöket küldenek Ukrajnának, amely nem alkalmas az élet kioltására, a németek sisakot küldtek, most pedig már ott tartunk, hogy Leopard tankokat küldenének pont ugyanezek a németek a frontokra, tehát nagyon nagy veszélye van annak, hogy Európa egyre közelebb kerül egy ilyen háborús konfliktushoz. A magyar emberek elmondták a véleményüket, erre tud a kormány is támaszkodni, elmondták a választásokkal is, hiszen akkor is a béke mellett tették le a voksukat, és elmondták például a nemzeti konzultáció kapcsán is, hogy nem csak a háborúnak a fegyverkezési része ijeszti meg őket, hanem azok a szankciók is, amikről viszont már maga Európa döntött, és amelyeknek tulajdonképpen most is hisszák a magyar emberek a levét a nagyon magas szankciós inflációs felárakban. Szentkirályi Alexandra hozzátette, az uniós szankciók mellett az energiaigényes ipari nagy beruházások járultak még hozzá a magas inflációhoz. A kormány célja az, hogy év végére egy számjegyűre csökkentse az infláció mértékét, és fenntartsa a rezsicsökkentő intézkedéseket, amellyel átlagosan havonta 181 ezer forintot tudnak megspórolni a magyar családok. Minket arányaiban
kifejezetten magas mértékben érint ez a bizonyos szankciós felár, amit az energiahordozók kapcsán meg kell fizetnünk. De azért ott vannak azok az intézkedések, amelyekkel a magyar családokat most is védjük. A legfontosabb szerintem az továbbra is a rezsicsökkentés fenntartása átlag fogyasztás erejéig. Ezzel még mindig átlagosan 181 ezer forintot tudunk megtakarítani egy-egy magyar családnak. Legalacsonyabb áram és gázárakat fizetik a rezsicsökkentett formában a magyar családok egész Európában. Aztán ott van az élelmiszer elstopp, ami megint csak arra jó, hogy minél kevesebbet érezzenek ebből meg ezekből az árakból az emberek. És hát számos olyan intézkedés van, a családtámogatásoknak a fenntartása, a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjjal való segítése, ami mind arra szolgál, hogy a magyar emberek minél kevesebbet érezzenek ebből a nehéz helyzetből, addig is, amíg le tudjuk dolgozni az inflációt. A kormány szóvivő beszélt a néhány héttel ezelőtt kirobbant pedofil pedagógus botrányokról is. Elmondta, a kormány célja, hogy Magyarországon lépjen életbe Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvénye. Ennek előkészítésén dolgoznak éppen. A Szentkirályi Alexandrával készített interjú hosszabb változatát a szerdai 35 perc című műsorunkban láthatják. Öveket érdemes becsatolni az autókban ezen a héten, mert a rendőrség vármegyénkben is szigorúan ellenőrzi az úgynevezett passzív biztonsági eszközök használatát. Az akció neve Seatbelt, amely a biztonsági öv angol neve, nem csak a saját, hanem az autóban utazók övét is ellenőrzik, különös tekintettel a gyermek biztonsági felszerelésekre. Legutóbb február közepén volt ilyen európai ellenőrzés sorozat, akkor vármegyénkben 844 alkalommal állapították meg az öv használatának elmulasztását, gyermekbiztonsági rendszerrel pedig 10 ellenőrzött gépkocsi nem rendelkezett. A kaplonyi betyárok készítették a legjobb kolbászt, a legfinomabb toroskáposztát pedig a nagykaposiaknál kóstolta a zsűri szombaton a Nyírségi Disznótoros Fesztiválon. A jó idő sokakat csábított a Sóstói Múzeum faluba, a parkolót le is kellett zárni. A rutinos versenyző csapatok mellett idén például Pátyod mutatkozott be új résztvevőként. A Szabolcs Néptánc Együttes és a Lajtorjász zenekar produkciója nyitotta meg hivatalosan az 5. Nyírségi Disznótoros Fesztivált és a 21. Nemzetközi Böllérversenyt. Ez évek óta Nyíregyháza első nagy rendezvénye, a hivatalos szezonnyitó, amikor megtelnek a környék szállodái, nem csak hazai, külföldi vendégekkel is. Megkóstoltak mindenben, náluk is korábban egyébként a disznó fejnek van egy nagy hagyománya, azt eszik ők is egyébként, és nem annyira idegen, de nyilván az elkészítési módok, a feldolgozási módok, az ízek, azok teljesen különbözőek, úgyhogy látszik, hogy nagyon élvezik, sőt már azt is mondták, hogy jövőre egy új csapattal, egy külön csapattal szeretnének ide a Disznótoros Fesztiválra eljönni és azon részt venni. Fogó pálinkából is sok fogyott a rendezvényen, de a főszerepet természetesen a mangalicából készült ételek kapták. A házigazda sátornál például már napokkal korábban elkezdődtek a munkálatok. A munkát mi már elkezdtük csütörtökön. Elkezdtük 50 kg húsnak a megtöltésével, kolbászt töltöttünk. Pénteken pedig 8 vödör vérből abáltuk, mi hagymás vért árulunk. A toroskáposzta, a hurka, a kolbász, amit árulunk, az már csak ilyen mellékes plusz. Tehát itt nagyon fontos, tehát, hogy nagyon sok előkészület van, folyamat, amit már előtte egy-két nappal meg kell csinálni, hogy tudjuk a vendégeknek prezentálni. Nem csak rutinos versenyző csapatok készítették el kedvenc ételeiket a fesztiválon. Az idén nevezett több mint 20 csapat közül Pátyod első alkalommal mutatta meg magát. Tavaly Tambo Miklós barátom meghívására kilátogattam a Böllérversenyre is. Azt láttam, hogy a mi térségünket nem képviseli senki. Aztán megbeszéltem a kis csapattal otthon, és úgy döntöttünk, hogy megmérettetjük magunkat. Úgyhogy eljöttünk ide Nyíregyházára, és megpróbálunk híresek lenni. Szabolcs-Szatmár-Berek határán is túlmutat a rendezvény színvonala. A romániai kaplony csapata évek óta résztvevője a Disznótoros Fesztiválnak. Idén a legnépszerűbb csapat és a legjobb kolbász címét is bezsebelték a kaplonyi betyárok, akik rengeteg étellel várták a hozzájuk érkezőket. Hagyományos faluhoz híven bőrlérleves, aminek a neve Zsolti bőrlérleves, amit lehet látni, hogy egy magyaros ízzel felfűszerezett tésztával feldolgozott ennivaló, mellette egy töltött káposzta, az is egy székely módra, de viszont egy magyaros kaplonyi recept, és mellette meg egy töltött káposzta, ami meg saját készítésű. Az egész napos rendezvényről a népi játszóudvar és a busók sem hiányozhattak. A napot pedig a Balkán Fanatik koncertje zárta.
Nem biztos, hogy nőnapi kedvességnek szánta a MOL, de szerdán március 8-án 6 forinttal emeli a gázolaj nagykereskedelmi árát, a 95-ös benzin árát nem változtatják meg. Ezzel összefüggésben a holtankoljak.net megjegyzi, ha a hazai kutakon érvényesítik az áremelést, akkor szerdától a gázolajért 618 forintot, a 95-ös benzinért pedig 605 forintot kérnek. Kilenc pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Hübner Nyíregyháza Blúság. Szakék cápák az NB1 átcsoport 22. fordulójában a körmendet fogadták, és a vendégek 83-74-es győzelemmel távoztak a tiszavasvári úti csarnokból. A tabella utolsó helyén álló Nyíregyháza szerdán a 12. Szeged otthonában pótolja a 21. fordulóból elmaradt mérkőzését. A bajnoki szünetet követően a legjobb nyolc közé igyekvő körment ellen szerette volna megszerezni harmadik győzelmét a Nyíregyháza. Az első negyedben fejfej mellett haladtak a csapatok, 10 perc játék után 4 ponttal vezettek a vendégek. A folytatásban 10 pontra hízott a különbség a két csapat között. A nagy szünet előtt a hazaiak elveszítették Ritis Pipirászt, akit egy sportszerűtlen hibával és egy technikaival kiállított lengyel játékvezető. Fordulás után zárkózni kezdtek a cápák, sőt a negyed utolsó percében a vezetést is átvette Darko Radulovics együttese. De a hazai szurkolók öröme csak átmeneti volt, a körment visszavette a vezetést, és az utolsó negyedben taktikusan játszva meg is nyerte a mérkőzést. Gratulálok a körmentnek, végül megérdemelten nyert. A statisztika egyenlő erők küzdelmét mutatja, de attól függetlenül, hogy nagyon készültünk, sok hibát követtünk el. Felelőtlenül eladtuk a labdákat, többször is 1-5 ellen próbáltunk kosárlabdázni, amiről még beszélnünk kell a játékosokkal. Döntő volt továbbá Pipirász kiállítása, mert nagyon fontos játékost veszítettünk el. Kétszer faltolták az eset előtt, ő bírja a kemény játékot, tudom róla, hogyha nem történik semmi különös, tudta volna kezelni a helyzetet. Egyébként a játék több elemében jól teljesítettünk. Sokat kell elemeznünk és felkészülni a következő két nehéz idegenbeli mérkőzésre. A vendégek edzője szerint csapata hullámzó játéka ellenére is megérdemelt körmendi győzelem született. Nagyon kemény mérkőzés volt, nagyon agresszív védekezést használt a Nyíregyháza. A második fél időben megtaláltuk, hogy milyennek az ellenszerelőt, meg is csináltuk az előnyt, aztán a harmadik negyedben kijöttünk teljesen indisponáltan. Nem tudom, a támadásaink abszolút nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Aztán végül a negyedik negyed is egy ilyen küzdelmes mérkőzés volt, de végén mi jöttünk ki belőle győztesen. Négy negyedből végül is hármat megnyertünk. Most számunkra tényleg az a fontos, hogy ezt a meccset megnyertük, és megtettük az első lépést ahhoz, hogy legyen esélyünk még továbbra is a playoff-ba kerüléshez. Ezért gratulálok a csapatomnak, és a Nyíregyházának pedig további sok sikert és kitartást. A forduló további eredményei a következők: Oroszlány Szombathely 75-87, Sopron Albafehérvár 72-91, Kaposvár Budapesti Honvéd 94-79, Szeged Deac 83-86, Zalaegerszeg Szolnok 79-78 és Atomerőműese Kecskemét 99-76. A tabella élén a Szombathely áll 19 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 17-5-ös mérleggel rendelkező Szolnokot. A két győzelemmel és 19 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza szerdán az 5-16-tal 12. Szeged otthonában pótolja a 21. fordulóból elmaradt mérkőzését. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Aszfaltos utat építenek Vásárosnamény és Kocsort között az árvízi töltésen. Nem a közlekedés fejlesztése, hanem a védelmi rendszer megerősítése a cél. A tervekről konferencián számoltak be. A vásárosnaményi tanácskozáson elhangzott a mintegy 4 milliárd forintos beruházás a Kraszna és a Batár töltéseinek fejlesztését, valamint a Magosligeti Zsilip átépítését tartalmazza. A projekt közel 10 települést érint Kocsortól Vásárosnaményig. A kaplonyi betyárok készítették a legjobb kolbászt, a legfinomabb toros káposztát pedig a nagykaposiaknál kóstolta a zsűri szombaton a Nyírségi Disznótoros Fesztiválon. A jó idő sokakat csábított a Sóstói Múzeumfaluba, a parkolót le is kellett zárni. A rutinos versenyző csapatok mellett idén például Pátyod mutatkozott be új résztvevőként.
9 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Hübnel Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 átcsoport 22. fordulójában a körmendet fogadták, és a vendégek 83-74-es győzelemmel távoztak a tiszavasvári úti csarnokból. A tabella utolsó helyén álló Nyíregyháza szerdán a 12. Szeged otthonában pótolja a 21. fordulóból elmaradt mérkőzését. Március 6-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss információkkal pedig kedden este is jelentkezünk majd. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Hétfőn este helyenként előfordulhat eső, de szinte mindenhol borult lesz az ég. A hőmérséklet 1 és 3 fok között alakul. Kedden délelőtt marad a borult, hűvös idő, de esőre nem kell számítani. A hőmérő higanyszála 10 fokig emelkedhet. Borult, csapadékos idő várható egész héten, komolyabb csapadékra szombaton lehet számítani.